Még 2015-16 környékén kezdődött el hazánkban az építési igazgatás megreformálása. A meglévő gyakorlat módosításával az elsőfokú építési hatóságok jogkörei járási szintű intézményekhez kerültek át sok helyen. A városoknál ugyanakkor megmaradtak ezek a feladatok az önkormányzatoknál. Ez változhat meg a közeljövőben. A megyei építészkamara elnökének megfogalmazása szerint ezzel a néhány éve tartó folyamat beteljesedik. 2020. március 31-ig valamennyi még elsőfokú hatóságként létező városoknál, tehát külön településeknél a járási kormányhivataloktól független ilyenfajta intézmények betagozódnak, vagy betagozódásra várnak a már meglévő járási szintű kormányhivatali apparátusba. Ez azt jelenti, hogy a meglévő személyi állomány átvétele mellett, az eszközök átvétele mellett, és nyilván az ügyek átvétele mellett kell ennek a folyamatnak véget érnie. Az átvételről a kormányhivataloknak január végéig kell megállapodást kötniük a polgármesterekkel. Nem ez az egyetlen újdonság azonban a területen. A magánépítkezéseknél már október végé jelentős könnyítéseknek szánt intézkedések lettek közzétéve az egyszerű bejelentési eljárást illetően. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy a tervdokumentációt továbbra is fel kell tölteni az úgynevezett ITDR rendszerbe, 8 napon belül pedig az építésfelügyelet ezt áttekint és reagál is rá, ami segítség lehet az építtetőnek, aki ezután nem köteles építési naplót vezetni, ahogy más adminisztrációs feladatok alól is mentesül. Ezen túl nem kötelező tervezői felelősségbiztosítást kötni, ami korábban kötelező volt az adott ilyen típusú munkákra, és a kivitelezők oldalán sem kötelező bevasalni a kivitelezők meglévő, akár egy generál kivitelező, akár szétszedi valaki, hiszen elég gyakori a mi vidékünkön, hogy szétszedjük a feladatot 5-10 alvállalkozóra, mesterre, és akkor ott egyesével kellett ezzel foglalkozni, hogy annak legyen felelős műszaki vezetője, aki felel a adott munka szakszerűségé, és legyen felelősségbiztosítása is. Na most ezek a könnyítések ezt jóval egyszerűbbé teszik. Bár az intézkedések költségcsökkenés hoznak magukkal, Víg József elmondása szerint olyan nyomon követhetősége sem lesz ezután az eseményeknek, mint eddig volt. Ez a könnyítés azonban csak egy lehetőség, a jövőben is ugyanúgy lehet például építési naplót vezetni.